színpadon látni Balogh Dénest és Széles Sándort, hanem akkor a következő percekben, gondolatban elkísérjük őket a tengerpartra. Segít nekünk Gyepesi László. Gyepesi László az idén nyerte a Széles Sándor tiszteletére megrendezett csőrszínházi verseny, majd Ábrán Tibor, marosvásárhelyi énekes, a Kék ne felejts Magyar Nóta Társulat megálmodója és alapító tagját hallgatjuk, Dr. Buta Árpád Attila és Boros Emese, valamint a kökényes néptáncosok zárják műsorunk első részét. De mindenek előtt látogassuk el most a tengerpartra, Széles Sándorral és Balogh Dénessel, idegenvezetőnk Gyepesi László. Tisztelt közönség, akik most itt vannak, tisztesség azoknak, kik engem hallgatnak. Tisztesség annak, ki itt ül csodára várva, mert a kijárat ugye nem volt lezárva. Hogyha meghallgatnak, akkor elmondanám azt, amikor én magam csak Balogh Dénes komám, bejutalót kaptunk, két üdülő jegyet, s mivel nálunk felé láttunk elég gombocs hegyet, a tengerpartra küldtek a perzselő napra, hosszállás ellátás 13 napra. A két asszony persze hadat üzent nekünk, tányérok rökködtek, kapkodtuk a fejünk. Szó se lehet róla, próbáljuk megtenni, tudják ők hol viszket, miért akarunk menni. Tudják ők csárogták, veres legyünk képpel, ilyenkor teli a tenger csóri fehér néppel. Na de mi a komámmal a sarkunkra álltunk, s az oldalkordáknak addig-addig rágtunk, amíg elhitték, hogy nélkülük a család nem érne egy rongyos, nagyon szívott pipát, s bizony ő nélkülük igen nagy baj lenne, s az egész háztáji gazdaság ripityára menne. A két asszony csak állt, s nagy szemeket vetett, sose kaptak tőlünk ennyi dicséretet, s ahogy a dicsőség hízlalta a májuk, hol mértékben állt a gyermük s a szájuk, s a végén nagy büszkén égig emelt orral kikísértek minket, s felpakoltak borral. Mint pedig alig bírván tartani a szánkat, ott felett dicsértük diplomáciánkat. Reggeltől estig vitt minket a vonat, mire megérkeztünk, le is suvadt a nap. Kaptunk egy szép szobát, ágyal, rádióval, perzsia szőnyeggel, televízióval. A televízióval a bogot aztán szépen be is vettük, mert az csak akkor ment, hogyha ölbe vittük. Fényes vendéglő volt a szálloda alatt, na azt mondja a komán, most itt ehetünk halat, s ha már ide jöttünk, lesz egy annyi eszünk, nyilvánvaló dolog, csak is halat eszünk. Egy fehér kabátos pincék hozott is két szép halat, na azt mondja a komám, ezt értem, jó nagy falat, de abban a helyben megakadt a szava, mikor látta, hogy kés villát is raknak oda. Kicsit széjjel nézek, nem tetszett a dolog, s hát akkor derült ki, hogy itt mindenki balog, jobbra is balra is birkoznak a hallal, a kést jobban fogják, s a villát pedig ballal. Na, nehogy azt higgyék, hogy ilyet mi nem láttunk, a komámmal, amiért óvodába nem jártunk. A gyerekeink otthon már így esznek, megtanulták, s jól van, ki tudja, mit lesznek. Nekünk nem volt muszáj, nem is erőltettük, s hogyha egy-két többét jól meggyökeréztünk, s néha-néha fogtunk egy sütetni halat, puszta kézelettük, de hát itt nem szabad. Na, de ha már itt más a divat, azért éjjel nem maradunk, egyet fohászkodunk, s mi is nekifogunk. Látom a komámat, amint megfeszített állal, célozgat bal kézzel reszkető villával, s a kést jobb kezével fekteti a halnak, az meg két darabban ugrik fel a falnak, s onnan, mint a villám a nagy cselefába, egy külföldi vendég sörös poharába. Még rárongolni is rossz, ami ott volt, na mondom, komám, ez repülő hal volt. Aztán az én porciómat szépen megfeleztük, de azt az egyet is két óráig ettük. Mert amíg én s komám fogvánk a villánkat, s egy-egy darab hallóval megkapánk a szánkat, én kétszer eltaláltam az óromnak tövét, a komám meg kétszer szinte kiszúrta a szemét. Megsétáltattuk a fülünk cimpájánál, mint mikor az állomás főnök telefonál. Szóval ott kint lógtunk, amíg észrevette a fehér kabátos, jött és megkérdezte. Mit mind
integetik a bajuszuk alatt, szagolgatják maguk azt a finom halat. Jaj, azt mondja a komám, elég kellemetlen, meg se haragudjék, de ez a hal ehetetlen. Azt mondja a pincé, hát ez már nem létezik. Hát tessék széjjel nézni, hogy még hányan eszik. De viszont az meg lehet, hogy egy másik fajta jobban fog ízleni, majd segítünk rajta. Hopp, azt mondja a komám, ha már így áll a menet, hogy többféle fajtából is válogatni lehet, akkor hozzon nekünk olyan fajta halat, amelyeket megenni jobb kézzel is szabad. Na de aztán már én is részt kértem a szóból. Kiszáradt a torkunk, elég volt a halból, s hogy a szomjúságtól nem ásszunk a falra, inkább inni hozzon valamit a halra. Gondoltam magamba, inkább éhen veszek, de én a bohóca senkinek nem leszek. Mert mióta tudom, hogy ez a föld forog, s a jókor a hordóból csorog, Marosvásárhelytől Bürgenlandig vissza, mindenki pohárból sok kézzel vissza. Szomjasok is voltunk, mint az őszi vetés, gondoltam, most már nem érhet semmi meglepetés. A fehér kabátos szedte is a lábát, s elégbünk prezentált két vagy cifra vázát, benne volt az ital, mint a lila tinta, úgy felhott díszítve, mint egy lupúj hinta. A poharak száj és a lilás nép felül, hócukorba, márkba kívül belül, rajta karikába citromszeletecskék, mint a sürgönyrótot gyűléskor a fecskék. Na de ez még nincs semmi, mert egy arany tárcán megakadt a szemünk két kicsike pálcán, amiről kiderült egy kis idő múlva, hogy két egészséges zapszalmaszál fognak. Ülünk ott komámmal a két párnál széken, megszorulva, mint a kutya ecserében. Itt a két szép pohár, itt az innivaló, de hát a szalmákkal mi a tennivaló? Fordítom a fejem a vendégek felé, s itt is ott is látom, hogy a súly essen belé, az egész vendégség szalmából szikkázik, mint mikor a bimbó kódét vacsorázik. Eléggé figyeltük, miképpen csinálják, hogy a szalmát eszik, szívják-e vagy fújják. Végül leszavaztuk, megosztoztunk rajta, én nekifogtam, szívtam, s a komám pedig fújta. Olyan volt az íze, mint a hangulóknak, amiben állunk felé az asszonyok szapulnak. A sok színes ruhát összegyömözölik, s a válogóla végén szépen kidörgölik. Volt is szappan benne, mert a dénes koma pontosan olyan hólyagokat fábrikált oda. De úgy látszik, hogy errefelé ilyet még sohasem láttak, mert még a franciák is csodájára jártak. Leégtünk csúfosan, de mindezek mellett hátra volt a java, fizetni is kellett. Leégtünk még egyszer, és mikor kiballattunk, na mondom, komám, itt is kétszer voltunk. Először s utolszor, s a komám csak legintett, s tőből kicsavarta a nagy rész kilincset. Na de másnap a parton még jobban csodáltak, amikor bemutattuk fehedő gagyánkat. A komám felesége zsákvázomból varta, mivel hogy divatos kell a tengerpartra. Csak mikor az alját alulról vészekte, a rendes nél egy kicsit lejjebb eresztette. Úgy bámultak minket, mint két székely kaput. Két német elájult, azt sem mondta kaput. Vagy tízen egészen a közelünkbe jöttek, a beszédjük alapján olaszok lehettek, mert volt ott, mamma mia, porco maledetto, az enyém két ígért, csak komámé detto. Úgy néztünk ki mi ketten a forró homokon, mint a jégkopisták csícentomokosan. Na mondom, most mit kell kacagni a más nyavajáján? Kacagtam én a maguk fenedők agyáján? Nem kacagtam, pedig olyanokat láttam, hogy égett a pofám bőre, de leginkább a hátam. Na de mi a tengerből csak egy annyit láttunk, amit becserére leégett a hasunk s a hátunk, aztán a két hetet 40 fokos lázban feküdtük végig ketten a kórházban. A bőrünket ledobtuk, s újat növesztettünk, mindvégig földrizset, s aludtejet ettünk. Meg is vékonyodott mind a kettőnk nyaka, háromszor égtünk le, pont mint zetelaka. Két hét után
ám aztán szépen hazajöttünk, de egy árva szót se szedtek ki belőlünk. Ha valaki kérdezett, felnéztünk az égre, csúgy emlékeztünk a nagy gyönyörűségre. A két asszony pedig veli földhöz magát, nem bírván kitudni némaságunk okát, mert annak oka van, hogy így megnémultunk, biztosan piszkosul kiviseltük magunk. S esküdöznek szörnyen, hogy majd jövendőre, ők mennek nélkülünk tengerfeledőre. Na de ebből elég